Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. Az aszódi gyermekbántalmazási ügy folytatódik, csak hogy most már a tankerület is bűnpártolóvá lépett elő. A tankerület ugyanis válaszában leírta, hogy az igazgató meghallgatta az osztálytársakat, szemtanúkat, azonban további bántalmazásról így nem szerzett tudomást. Ez egész egyszerűen nem igaz. Nyilvánosságra hoztam azt a hangfelvételt, amelyen maga az igazgató mondja el, hogy a gyerekekkel folytatott beszélgetés során igenis tudomást szerzett arról, hogy nem egyetlen fiú az, akit bántalmaznak az osztályban, hanem gyakorlatilag mindenkit. Ez az állapot hónapok óta tart, és erről egyébként írásos bizonyítékot is bemutattam, mert az igazgató ezt le is írta egy levélben. Ezek után a tankerület leírja ennek a homlok egyenest ellenkezőjét, hogy a további bántalmazásról nincsen tudomása senkinek, ezért nincs itt semmi látnivaló, egy figyelmeztetéssel megúszta az egészet az iskola. Az is hazugság a tankerület válaszában, amit szintén leírtak, ráadásul vastagított betűvel, hogy a vizsgálat során nem igazolódott, hogy az intézmény ne tudná szavatolni a tanulók számára a biztonságos iskolai környezethez való jogot. Arról az iskoláról írja le ezt a tankerület, amelyben egy hetedikes fiúnak eltörték az orrát. Több osztálytárs elmondta az igazgatónak, hogy hónapok óta sorozatosan őket is bántalmazták. Nálam újabb szülők jelentkeztek, akik elmondták a saját történetüket, hogy hogyan kellett a színötös tanuló gyermeküket másik iskolába vinni azért, mert köpködték, mert bántalmazták. Ráadásul ebben az esetben az édesanyja nagyon súlyos beteg, de az ő panaszát sem volt képes sem az igazgató, sem a tankerület megfelelő módon kezelni. És hogy nem, 2005-ben, ami nem most volt, megjelent a sajtóban már egy tényfeltáró cikk, amelyben leírták, hogy az egész tantestület is félelemben él, ugyanis az akkori igazgató, aki még most is pedagógus ennek az iskolának, félelemben tartja a saját kollégáit is, és ebben a tényfeltáró cikkben azt is leírták, hogy maguk a pedagógusok sem mernek beszélni a konkrét esetekről, csak név nélkül. Rengeteg levelet kaptam diákoktól is, akik leírták, hogy ez nem az első eset volt, csak ez került nyilvánosságra. Ők is átélték ugyanezeket, ők is látták, hogy ez folyik az iskolában, de semmit nem tettek az ő esetükben sem. Egy 4 diplomás pedagógus felmondott az intézményben, azért, mert morálisan nem volt képes asszisztálni ahhoz, ami ebben az intézményben folyik. Ezt bezzeg mindenféle vizsgálat, vagy az ő személyes meghallgatása nélkül azonnal elfogadta a tankerület. Hát olyan jól állunk 4 diplomás pedagógusokból, hadd menjenek, aznap rúgjuk ki őket. Nem kell meghallgatni őket, mit tudna mondani egy pedagógus egy tankerületnek egy gyerekbántalmazási ügyben, aki ilyen súlyos döntést hozott, hogy ott hagyta az állását morális okok miatt, őt meg sem hallgatja a tankerület. Felháborító. Ahogyan említettem a múltkori felszólalásomban, ez az eset csak a jéghegy csúcsa. Ebben az iskolában is, és országszerte is. Rengetegen mesélték el a történetüket, rengetegen írták le Orosházától Sopronig, Budapest 8. kerületétől Nyírcsahoig, Szegedről is kaptam levelet, és Somogy vármegyei kisfalvakból is, és tudják, hogy mi a közös az összesben? Minden egyes esetben az áldozatnak kellett odébb állni. Mert nem vizsgálják ki, ezt az esetet sem vizsgálják ki, a tankerület, az igazgató inkább hárítja ezeket az ügyeket, hogy ne kelljen vele foglalkozni. Egy ilyen rendszert működtetünk Magyarországon 30 éve, ebben az iskolában is betöltetlen az iskolapszichológusi állás, nincsen iskolaőr, és ez folyik az egész országban, ez az igazságtalanság, hogy a biztonságos iskolai környezethez való jogot nem tudjuk érvényesíteni azért, mert bizonyos emberek úgy gondolják, hogy terrorban tarthatják az osztálytársaikat. Olyan mértékű alkalmatlanság uralkodik, és tisztelet a kivételnek abban, hogy hogyan kell ezeket az ügyeket kezelni, hogy az döbbenetes. Pedagógusok nem képesek arra, hogy ezeket az ügyeket menedzseljék. Hogyha önök valóban komolyan gondolják a gyermekvédelmet, amit annyira sokat hangoztatnak, akkor ezekben az ügyekben is igenis az igazság mellé kellene állniuk, az áldozatok mellé kellene állniuk, és megszüntetni azt az állapotot, ami 30 éve az oktatási rendszerben folyik. Köszönöm a figyelmet!
Köszönöm szépen, alelnök asszony! Alelnök asszony iménti napirendelőti felszólalására a válasz Rétvári Bence, miniszterhelyettes államtitkár úr fogja megadni, parancsolja. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselőasszony, tisztelt ház! A kormány számára a gyermekek védelme egy olyan kérdés, amelyben semmifajta kompromisszum nem köthető, sem belföldről, sem külföldről nem helyezhető ránk olyan nyomás, amiben ezt a legfőbb célt, a gyermekek védelmét bármennyire is elengednénk, vagy háttérbe szorítanánk. Nyilván minden szülőnek a gyermeke a legfontosabb, amikor iskolába engedi, amikor bármilyen foglalkozásra, órára engedi, amikor bárhova, bármilyen közösségbe megy, nekünk a gyermekeknek a védelmét, a gyermekeknek a biztonságát szavatolnunk kell. Fontos ez az iskolákban is. Éppen ezért vezettük be 2020. szeptember 1-től kezdve az iskolaőröknek az intézményét. Már 571 intézményben vannak iskolaőrök. Emlékezhetünk arra, hogy mind a bevezetéskor rendőr államoztak itt baloldalról, mind utána folyamatosan támadták a kormányt, mind a mai napig egyébként a baloldal politikusai támadják az iskolőröknek az intézményét, vagy sokszor a személyét is. Ehhez képest 385 tankereti iskolában, 161 szakképzési intézményben, 11 egyházi és 4 egyéb fenntartású intézményben ott vannak az iskolőrök, és ahova kérik, oda az iskolőrök mennek, és segítenek az iskolában a rend fenntartásában, mert valóban vannak olyan esetek, és ezért is vezetjük be az iskolőröket, mert nem lehet ezt a helyzetet tagadni. Vannak olyan esetek, amelyek annyira agresszívek, akár nem csak verbálisan, hanem fizikailag is, amikor már a pedagógusok nem tudnak fellépni, a pedagógusoknak nincs felelőkelő kiképzettsége, mert nem azért mentek pedagógus pályára, hogy ilyen helyzeteket kezeljenek, hanem egy iskolőrre van szükség, aki egy speciális kiképzést kapott, és speciális felhatalmazása, speciális jogosítványa is vannak, hogy akár fizikai erővel is megakadályozza a konfliktust, vagy azt, hogy verekedés vagy verés alakuljon ki. Nos, ebben az esetben ő lép közbe, minden egyes intézményben, ahova iskolőrt kérnek, ott ők közbe tudnak avatkozni, ahova nem kérnek iskolőrt, ott nem tudnak közbe avatkozni, de az nem az iskolőröknek a hibája. Fontos ezeknek a helyzeteknek a megelőzése is. Ezért növeltük meg az iskola pszichológusoknak a számát. Amikor elkezdtük a kormányzásunkat, akkor kevesebb, mint 1000 iskola pszichológus volt Magyarországon, 998. Most már ennek a duplája, 1922 iskola pszichológus van. Pontosan azért, hogy ezeket a helyzeteket, amikor iskolában egyre rosszabbá válik a helyzet, ebben tudjanak megelőző segítséget adni az iskola pszichológusok. Arra kötörekedtünk tehát az elmúlt években, hogy mind a megelőzésben, ezeknek a helyzeteknek a megelőzésében, mind pedig a konkrét helyzeteknek a megállításában legyenek olyanok, az iskolapszichológusok és az iskolőrök, akik ott segítséget nyújtanak akár a konfliktus helyzet felszámolásában, akár annak a megelőzésében. Ami az egyes ügyeket illeti, amikről ön beszélt, tisztelt képviselőasszony, a panaszok nyomán az egyik tanulót haladék tanuló figyelmeztető intézkedésben részesítették, két másik tanuló ellen fegyelmi eljárást indítottak, a gyermekvédelem felé történő jelzés lehetőségével is élt az iskola, így a jogszabályok által biztosított eszközök szinte mindegyikével éltek. Ezen túl természetesen meghallgatási lehetőséget biztosítottak. Március 6-án büntetést szabtak ki, amelynek végrehajtása haladéktalanul meg is történt. Volt olyan eset valóban, amikor a panaszos nem várta meg a fegyelmi eljárásnak a lezárását, hanem a fegyelmi eljárás közben még a döntés előtt a gyermekét egy másik iskolába vitte. Nyilvánvalóan az iskolát is kötik a jogszabályok. Egy fegyelmi eljárás nem lehet fél óra alatt, egy óra alatt, vagy nagyon rövid határidőt lebonyolítani, hanem erre napokra vagy hetekre van szükség. Mindenki meghallgatásával azt is meg kell hallgatni, aki aztán végül nem él a meghallgatás lehetőségével, és nem megy el oda, de ezt a procedúrát pár nap, pár hét alatt végig kell vinni, és utána ön is láthatja, az intézkedések megtörténtek. Persze, voltak olyan esetek, amikor ezek lassabban történtek, mint kellett volna, ott akkor a tankereti vezetőnek hívták fel arra a figyelmét, hogy itt gyorsabb eljárásra van szükség, mert a gyermekek biztonságát, védelmét minden esetben biztosítani kell, de ugyanakkor az eljárást is alaposan kell lefolytatni, hogy biztosan olyan végeredménye legyen, amelyik a valós eseményeknek megfelelő. Azt kell, hogy mondjuk, hogy közös feladatunk és közös érdekünk az, hogy nyilván minden iskolában rend és biztonság legyen, hogy a gyerekek valóban biztonságban érezzék magukat, és meglegyenek a tanuláshoz szükséges feltételek. Ezekben az esetekben konkrétan a panaszok nyomán a fegyelmi eljárások lezajlottak, és sok esetben akár a diákoknak a
az áthelyezésével is végződtek, és nem maradhattak abban a közösségben, ahol korábban feszültséget okoztak. Mi nyilván azoknak az érdekeit kell, hogy védjük, akik az iskolában tanulni járnak, akik az iskolában végzettséget szeretnének szerezni, és azok ellen pedig fel kell lépni, és azoknak valamelyet segítséget is kell nyújtani abban, hogy ez a magatartás forint megváltozzon, akik másoknak a tanulását zavarják. Én azt javaslom, hogy ezt ne feszültségkeltésen, valódi segítségnyújtásra használja föl képviselő asszony is. Köszönöm szépen.